örömmel teszek eleget minden olyan esemény fontos Magyarország számára, a magyar kormány számára, csak nyilván a befektető számára is, ami a jövőbe mutat, és ami a foglalkoztatás bővülésben, munkahelyteremtésben és általában az iparfejlesztésben meghatározó szerepet játszhat. Ugye a tulajdonos úr, Binder úr sok fontos dolgot említett a beszédében. Én három dologra szeretném most itt a figyelmet ráirányítani, ugye, hogy egy-egy befektetés hogyan települ, milyen szempontrendszer szerint települ adott térségre, adott helyre. És ugye itt talán az a három legfontosabb kiszámítható üzleti környezet, ami azt gondolom, hogy meghatározó jelentőségű. Jól szakképzett munkaerő, megfelelően képzett, megfelelő számmal és minőségben ez munkaerő, és hát nem utolsó szempont, hogy mondjuk a bürokrácia a lehető legkevesebb legyen. Nem állítom azt, hogy mindháromba elértük a 100%-ot, vannak még teendők, vannak még feladatok. Különösen azt gondolom a bürokrácia csökkentés, illetve a szakképzés tekintetében, hiszen ugye egy termelő üzemben vagyunk, fémipari megmunkálással foglalkozó üzemben vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy a megfelelő munkaerő megtalálása, amellett, hogy egyébként a magyar emberek tudnak, akarnak és képesek dolgozni, az nem egy egyszerű feladat. Azért nem, mert a szakképzési rendszerünk a korábbi időszakban nem arra állt rá, amire egyébként az iparnak szüksége lett volna. Nem véletlen az, hogy a szakképzési rendszerünk átalakítása ugye azzal, hogy az iskolai rendszer az 5 évről, 4 évről, 3 évre hoztuk vissza, és a duális rendszerű szakképzést erőltetjük. Tehát magyarul azt várjuk és azt kérjük a vállalkozásoktól, hogy már az oktatás időszakában kapcsolódjanak be a gyakorlati képzésbe, hiszen a vállalkozások számára is rendkívül fontos, hogy azok, akik adott szakmában végeznek, azok ne csak papíron, hanem ténylegesen, valóságosan is alkalmasak legyenek méghozzá magas szinten egy-egy szakma űzésére. És én azt gondolom, hogy ezen az úton is megindultunk, a ház kész van, a jogszabályok kész vannak, de teendő még van, mert ugye a következő évek szólnak majd arra, hogy be kell ezt a házat lakni méghozzá. Jól kell ezt megtennünk. Ugye, ha egyet hátra lépünk, akkor azt látjuk, hogy ma Magyarországon, hál' Istennek, 4 millió fölé ment a foglalkoztatotti létszám, de ebből a 4 millióból nagyjából 1,5 millió ember dolgozik a termelőszférában. És ha nagyon leegyszerűsítem, akkor mondhatnám azt, hogy 1,5 millió ember termelése tart el 10 millió ember. Tehát ez a szám, ez nagyon alacsony. A szolgáltató szektorban 1,7 millió ember dolgozik, ami természetesen nagyon fontos, de termelés nélkül nincs szolgáltatás sem, és nincs gazdasági növekedés sem, és nincs fejlődés sem. Ezért nagyon fontos, és ezért örülök annak, zárójelben gépészmérnök vagyok eredetileg. Egyébként ennek meg különösen örülök, amikor fémipari dolgokkal kapcsolatos tevékenységről van szó, és a vékony lemez megmunkálása az azért nem egy egyszerű feladat. Ugye akik műszaki emberek, azok tudják nagyon jól, hogy ide megfelelő szaktudás és megfelelő technológiai ismeretekre van szükség. Ezért is örülök annak, hogy a tulajdonos úr, hát ugye nem egy-két éve, hanem ahogy hallottuk évtizedek, több mint egy évtizede letette a voksát, a térség mellett letette a voksát Magyarország mellett, és hát én arra biztatom, úgy ahogy el is hangzott a beszédében, hogy azokat a fejlesztéseket, amelyek még az ő fejében megvannak, és a következő időszakban az így megtermelt profitot visszaforgatva egyre nagyobb, egyre több munkahelyet képes létrehozni. Én azt tudom ígérni a magyar kormány nevében, hogy minden ilyen és ehhez hasonló beruházást, fejlesztés jó szívvel tudunk támogatni. Egész biztos vagyok benne, hogy ez a 150 millió forint nagyon jó helyre került, és a következő időszakban is sok sikert, jó munkát, jó egészséget kívánok önnek is, és önök keresztül természetesen valamennyi jelenlévőnek, és leginkább a itteni cég dolgozóinak. Köszönöm szépen! Mi a vastag lemezik munkának?